Magyarország reakcióiról tájékoztatta a hazánkba akkreditált NATO és Európai Uniós katonai attaséket Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára február 25-én. Mint mondta, hazánk elítéli az Ukrajna elleni orosz támadást és kiáll Ukrajna területi egysége és szuverenitása mellett. Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a diplomáciai erőfeszítések nem vezettek eredményre a háború elkerülése érdekében, a tárgyalás lehetőségét továbbra is fenn kell tartani. Németh Gergely elmondta, Magyarország támogatja az EU szankciókat és az Észak-Atlanti Szerződés 4. a tagállamok közti egyeztetési mechanizmusról szóló cikkeinek aktiválását. Arról is tájékoztatta az attaséket, hogy a Magyar Honvédség felkészült a belügyminisztérium erőinek segítésére a magyar-ukrán határnál esetlegesen kialakuló humanitárius helyzet kapcsán. A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hazánk eleget tett és továbbra is eleget tesz a NATO-val szembeni kötelezettségeinek.